Na sziasztok! Nari vagyok, és folytatjuk akkor a Feed the Beast-et, igazság szerint a Direwolf 20-at. Nos, egy frissítés volt egyébként, nálatok már hamarabb megtalálható ez a frissítés, szerintem ez az 5.1-es talán, amit most használunk. És sajnos egy nagyon szomorú dolgot vettem észre, még pedig, amit itt Nodár épített nekem karácsonyfát, ezekből a lámpákból, hogyha kicsit távolabb megyek, akkor kikapcsolnak. Nagyon ostoba. Úgyhogy írtam is a Project Redeseknek, hogy ezt javítsák már ki, vagy pedig rakjanak hozzá config bájtást, hogy ezt be lehessen állítani, mert ez nekem nagyon, nagyon nagy érvágás lesz, ugyanis ezzel akartam kijeleztetni, hogy hogy áll az energia a bázisomon, ami egyébként most még nincs. Tehát ilyen lámpákkal akartam volna kijelezni, de hát hogyha én mondjuk innen látnám az energiaellátásomat, akkor baromira nem látnám, mert automatikusan kikapcsolnak a lámpák. Úgyhogy ezt jó lenne, ha kijavítanák. De leraktam pár darab ilyen gumifát, és többen ajánlották, hogy ezt a kis karikát ezt ne szívjam ki, és akkor újra tud termelődni, meg általában meg kell hagyni a tetején lévő lombokat is. Én mindig így rontottam el, hogy mindig elhasználtam az utolsó karikát is, meg a lombokat is. Úgyhogy ezt még egyszer nem fogjuk ezt a hibát elkövetni. Hoppá. Úgyhogy... most már csak várnunk kell. Rendben. A legutóbbi részben beszoktam ezt a Bronze Blast Furnace-t, és borzasztóan lassú. Úgy képzeljétek el, hogy kb. 10 perc alatt éget ki egyet, amennyire én észrevettem. Ezeket gyorsan vissza is rakosgattam, de most már van már 54 steel. Maceráltam, meg égetem ki egy csomó ércet, így előre, hogy a részhez már legyenek nyersanyagaim, meg lepakoltam a régi grettekes gőzgépeimet, amiket még a sorozat elején csináltam. Csináltam ilyen bronz fluid pipe-ot, ami egyébként nagyon nem bonyolult. Ugyanolyan, mint ez a bronz kemencéhez kellett, ezek a blokkok, csak nem kell hozzá tégla. Tehát ugyanaz a recept szinte. És itt van bronz fluid pipe, tehát ugyanúgy csak bronz plétek, klapás meg egy csavarhúzó, és akkor úgy kaptok 2 darab ilyen csövet. És így néznek ki. Szerintem baromi pofásan néznek ki. Nagyon tetszenek. Úgyhogy már működnek is a gépeim. Mi kell nekem extraktor. Úgyhogy most nekiálltam a gumigyártásnak is, mert meg kell csinálni a fejlettebb gépeket is, és ahhoz kell egy csomó gumi, ugyebár, mert már nincsen csak 6 darabom, ha jól emlékszek, 7 darabom van már csak. Jó. Oké. Okay. És akkor azt hiszem mindent elmondtam, amit el akartam mondani. Úgyhogy akkor beszállok a TeamSpeak szobába. Jól nézzen ki, egyébként nem húzik. Na sziasztok! Nem bizony. Itt van velem Hello. Egyébként Phantom, Hóember, Vetranio és Kacsavadász. Sziasztok! De ha jól tudom, Kacsavadász az jelen pillanatban be van évítva. Jól gondolom? Aha! Jó. Aha! Jó. Oké. Okay. Szóval nem fúr ki magától, hanem az a lényeg, hogy maga a lézer lássa a bedrockot. Én úgy tudom legalábbis, hogy nem fúr ki magától. De figyelj, hogyha összedobod, akkor próbáld már ki. Összerakod, és ne fúr ki alatta, hogy ki fúr-e. Erre kíváncsi lennék. Jó, először be kell izzítanom a boilert, ahhoz meg az emerendszert. Yes, kellett a steel. Viszont itt energia szempontjából hallod, itt nagyon nagy kanállal kell gondolkozni ehhez. Mert itt 4 turbina az annyit ér, mint a Mákos Nokedli, semmi. Mákos Nokedli. Oké. Okay. Viszont én már tudom, hogy miért nem fűt fel neked a boiler, vagy az izéd a steam turbinát, hogyha nem megy 100-on. Mire gondolsz? A még nincsen föl. Nem, még nem mennek 100%-on. Nem is fognak. Azért, mert a bemenet? Vagy miért? Nem, a gőzös kimeneted az nem elég
Hát de négynek kell lenni, hát négyen üzemeltettem az előző mappon is, így, hogy látod. De nézzél bele a kazánon belül. Igen? Hogy nem esik le félre a nyomás. Tegyél még egy pár kimenetet. Nem esik le félre a nyomás? Igen. Na de akkor tudod miért nem? Akkor összes gőzt, ha félig leesett a nyomás. A Steam-et mondod? Igen, igen, a Steamről beszélek innen, a boilerből. Még tegyék rá kimenetet? Igen. Változott ez a dolog? De hogy a bánadban? Nem tudom, de néznek, hogy már majd fullon vagy gőzzel és nem esik le, mert a felétől fölfele adja ki automatán. Tegyünk még rá. Kíváncsi leszek. Ez pont ugyanezzel a rendszerrel én 100%-on üzemeltettem. Én azt hittem az a baja, hogy még nem lett megy ki a gőz, nem megy ki elég gőz. Lehet, hogy négy kell, hogy egy tegyél rá még négyet akkor. Mert ugye most négy van rajta. Na, kész, hát felnéz. Tettem rá még kettőt, és ugyanott vagyok, ahol a part szakadt, töki. Töki? Hát megint. Tegyek rá még. Hát végülis veszteni valunk. Csak egy kimenete van, ugye? Akkor muszáj ide raknom. Most rajta van 9. Jó. Van egy automatik elektronikus fül kemencénk is. Jó, ugye gyorsabb lesz minden. De figyelj, 9-el se esik le. Nézd meg! Most több mint dupla annyi van rajta. Annyi, hogy viszont átállt ez a 2 100%-ra. Aha! Nézd csak! Nézd, Holmer, ott az órát. Látod az órát rajta? Fölment 100%-ra. Akkor ez azt jelenti, hogy változott a tulajdonsága a boilernek, és akkor ennyire sok kimenet kell. Gondoltam, hogy eddig elég volt 4. Emlékeztek, Szigor is mindig 4 kimenetet tett. Na, akkor erre is teszünk, kíváncsi leszek. Itt annyi gép kell majd, hogy ez hihetetlen. Jó, akkor szerintem... Kezdjük... Még jó, hogy eljöttem ide hozzád üzleten. Nézd meg, az is felugrott 100-ra. Teljesen jó. Rend. Na most már legalább kihasználod a teljes gőzmennyiséget. De nálatok egyébként ilyen sok kimenet van? Így építetted meg? Nálunk... Én úgy vettem észre, hogy a low pressure-re kellett 4 kimenet, és a high pressure meg dupla annyi gőzt termel, tehát azért gondoltam, hogy több kell rá. Ti csináltatok már Ore Washing Plant-et? Tudja valaki, hogy működik az? Én még nem. Még nem. Kell ebbe a víz, vagy valami? Semmit nem tudtok mi? Terveztem, hogy csinálunk, de nem ma azzal foglalkoztunk mostanában. Nagyon sok vas kell. Ó, már majdnem fél üzembe megy a fúród. Már fölment 150 per. Vagy ez nem az? Itt van. Nem ez csak, hogy mikor fog hozni legközelebb bor. Melyiket nézed most? A zöld csíkot nézem. Zöldet? Igen, az minden 300-nálhoz. Ja, az az efficiency. Ja, de legalább a lézerbetápoknál már legalább megjelenik alul egy picit a piros csík. Igen, ez kb. Az 1/20-ada vagy 1/15-ada. Ez komoly. Szóval 4 fullos boiler. Vagy nem, hát ez kettő, most úgy... kettő fullos boiler, 4 turbinával és... Az úgy számolod, hogy az 1000 EU per tick most, ami belemegy. 1000 EU per tick, és ez még csak épp olyan, éppen hogy csak meghajtja. Éppen csak megkocogtatta a maximális teljesítményt. Hihetetlen. Még jó, hogy nincsenek a fúrónak egy olyan minimális teljesítmény, hogy elinduljon. Igen. 10% energiával képes csak elindulni, addig szívja, de nem megy. Viszont akkor nem olyan nagy baj, hogy beindítottam délután a steel termelésemet, mert akkor itt annyi turbina kell, hogy ihaj. Csinálhatsz még bőven gőzt. Annyi, hogy most be fogok indítani arra a biofuelre, ami itt van mögötted. Arra be fogok indítani most két olyan high pressure-t, ami... fuel-es, tudod? Aha. És akkor így több lábon lehet állni. Addig meg ezt a vizes gödröt nem akarom betemetni, amíg nem kötöttem teljesen. Mit rontok el?
Mit rontok el? Iron ingot. Tin. Bassza meg. Nem, megyek hazafele. Köszi. Csinálok egy kis MFS út, hogy legyen hova tenni az áramot. Tedd bele a lézeredbe. Hát elsőre nekem még csak egy kazánom fog elindulni, amit 5 perc alatt fel fogok fűteni azzal a csodaszép kis kővel, amit van. És az két, nem mindegy, az az áram az elég lesz, hogy működjön az MR-rendszer meg a gépek. Az összes többi gőz meg mehet a fúróba. Super. Amíg én itt mondtam azt, hogy hát majd, ha úgy állok, akkor majd csinálok még ez ilyen lézerdrillt. De hát egyet nem fogok tudni meghajtani úgy maximumon, tehát... Nézd a jó, de hát nem kell annyi ember rá. De olyan fúró órokat is fölhoz egyébként. Igen. Tehát például ez a tetrahedritet én még egyáltalán nem találtam. Tényleg, én hegyekbe találtam. Tanzanit or. Bauxitot. Hegyekbe lehet találni, és úgy, hogy oldalt keresed. Az oldalába. Viszont hozott kobaltot, amit egyébként sehogy nem bírtam kiszedni eddig a tinkerseseknek. Olyan kobaltot én ástam egy csomót. Csak legalább kobaltos, vagy alumitos, vagy nem tudom milyen csákány kellett hozzá előszörre. Tehát jó, hogy hoz nedörös dolgokat. Aha. Meg főleg, hogy orformába hozza fő őket. Még a nedereseket is, ezeket a kovart, meg ilyenek. Meg a sima szenet is. Nagyon jó néznek így ezek a szétszórt hordók. Mondd? Egy szanaszét vannak, a hordók egész jól nézik ki. És hát nincsenek annyira szanaszét, de... Aha. Vannak a tárló mellett lerakva meg itt. Ja, és hogyha most ránézel a hordóra, nézzél rá bármennyire. Láttam, írta, hogy mennyi van benne, meg hogy mi. Ez azért nagyon dicséretes, mert eddig meg állandóan csak azt hitt, hogy fele, félig van, meg negyedig van, meg mit tudom én. És akkor talált ki, hogy mi van benne. És akkor de eddig úgy volt, hogy fel kellett szedni csákánnyal, és az inventoritban már megmutatta, hogy hány bucket. Na jó, köszönöm, körbejártam. Kérlek, köszi az üzletet. Na azért még a farmig elrepülök, megnézem. Ah, félbehagytam most, de azért van változás. Mit rontottam el? Fordítva. Berágtam, mert kiszedi a fa az üveget. Valami más kell kitalálnom. Lombia is kiszedi, vagy csak maga a fa? Szerintem a lombia, mert a fa az elvileg nem ér el odáig. Beljebb van három blokkal. Nem, én most látom, hogy amikor megnőnek az óakok ezek a szép nagy óakra, akkor nőtt ki a fa itt az üveg oldalán neked. Maga a log. Maga a log is itt van az üvegben már. Ó, a fene. Még beljebb kell tenni a range-et. Ezek a nagy szuperfák csinálják, hogy szuper nagyra nőnek oldalra is kifele. Hát akkor majd azt fogom csinálni, hogy teszek neki valami alacsony tetőt. Nem fog megnőni ekkorára. Vagy nem tudom. Nem tudom, hogy oldalra megy. Vagy ezt a fajta oakot nem ülteted, ezt ami ilyen nagyra nő. Ez a sima oak. Tudom, de a színes fajtákat, amit tudod színesnek használhatod a szeplingjét, azok nem nőnek ilyen nagyra. És az is oak logot ad elméletileg. Aha. A mindenit. Tudod, az a rózsaszín, meg lila, meg mindenfelé a fajtát lehet találni. Az fényedes. Tudod, milyen jól néz ki, hogy végre mennek a vonatok. Nem pedig nézze. Ilyen buckásan. Messziről nekem először csak ezek látszottak, hogy mennek a kocsik a semmibe. De közelebb jöttem, akkor hirtelen kirajzolta a hidat is. Eléggé lassan töltött be itt nálad egy pillanatra. Lehet a netemben van valami. Ez tón is van nálam, elég jó. Kezdjünk neki. Azt nézem, hogy nem csak a izét, a üveget üti ki. Blokkot is. Jó. Még a kezdetek kezdetén ezzel lehetett kiütni portált, az end portált például. Úgy neveztetted a fát, hogy belenőtt a logja, és kitörölt az end portálnak a frame. Én mindig is izével ütöttem ki régen. Kis robottal. Tanna. Ja.
Vágás van. Vágás van. Jó, vágás. Na, fölhozta az első diamondot is a lézer. Hogy van ez? Ha olyan gyorsan elfelejtem a recepteket, hogy az már siralmas. Oké. Tűtin. Fötör. Üveg. Oké. Még egy méhecske. Elkezdtem gyűjteni a méheket, hát ha jó lesz valamire. Sose lehet tudni a lapom? Jaja. Például az endbe is találtam egy méhet. Azt is begyűjtöttem. Jó, oda nem kéne vizet rakni. Bár nem tudom, szerintem ott kellene majd a sárkánynak a feje is, hogy menjenek. Munkába. Tényleg, srácok, a sárkánytojásnak mi lett a sorsa? Szigor, kitelt a dísznek? Ja, egyelőre ott van nálam, majd a spamról lesz lerakva. Majd akkor lerakom az endes méheket. A Spawn Village-ben az újban csinálunk egy ilyen trófea termet, srácok. Kedvetek egy ilyen múzeumszerű termet. Süti már a szobánkból trófea termet csinált. Tudod, hogy kitennénk ezeket a trófeákat, vagy csak mit tudom én, valami 10 helyre a sárkánytojást. Biztos van, nézzünk ki. Jaja. A kis trofikat is, ami, hogy rákatint, az föllövi a nyilat és rád esik. Hát mindenfélét, ja, meg ezeket a fejeket, amiket... Hát a teleportáláson majd össze csináltam magamat. Amikor a... Endermanosra kattintottam, elteleportált. Ja. Az annyira nem volt vicces. Egyébként kíváncsi lennék, hogy tényleg az Enderman trófe az oda teleportál-e, ahol megölted esetleg? Tényleg ezt beszéltük. Mert az egy érdekes ilyen ingyen portál lenne arra a bizonyos helyre. Ja, hogy mindig ott öld meg. Tehát úgy értem, hogy oda spawnoltatod mondjuk egy... Tehát bármivel egy olyan lasszóval, vagy bármivel. Hát vagy esetleg, mivel nem lehet kiszámolni, tudod, hogy mikor fog dobni, vagy esetleg ott, ahol megölted és ahol kaptad, akkor odaépítesz valamit, ahova jutni akarsz, tudod, oda telepítesz valamit. Ez palmert. Farmot, vagy valami. Aha, ja. Értem én. Azt hiszem. Nem tudom, ki valaki mondta, hogy ez elméletileg a... Twilight-ban nyit átjárókat az a kis trófea gyűjteni, ha megvan valami belőle. Tényleg. Tehetek. Majd utána fogok olvasni. Mi kell hozzá? Hydra? Nincs? Nem, ez a kicsik talán. Ja, a kicsi. Annyira utálom ezt a Black Granite-ot, nem látom, hogy hol van. Tudod, ezt csak hallottam valakit, aki, vagy láttam valakit, aki hallott róla. Akinek mondta valaki... Akinek mondta a néma, hogy látta a vak, aha. Hogy a Sánta utolérte azt, aki mondta. Igen. Jó. Alkossunk valamit. Ide fogom szerintem rakni az akkumulátort. Kell az orvosárnak víz. Mint kiderült, srácok. Jó, mondjuk ez aha. Várható volt. Egy kicsit. Csak azt reméltem, hogy van olyan intelligens és csinál magának vizet. Az akkumulátor meg önmagában annyira nem termel vizet, hogy az már siralmas. Úgyhogy kénytelen vagyok csinálni neki egy medencét. Srácok, valakinek kell kreoszót olaj? Nein. Kreoszótá? Kreoszótá? hát mert hogy... Sem. Jaj, a Blaze formában vagyok. És az ésebb ez a víz. Azt nem értem, hogy a kanulát miért nem farmolja a harvester. Nem, az egyik sem csinálja, egyik farm sem.
Ne is várjam, mi? Nem működik vele. Az még annyira új növény, hogy még... Azt hittem, hogy azt... Akkor azt majd egy... Sajnos nem. Gólemet kérek. Viszont te ízét kipróbáltad a seedet, hogy viszi-e a squeeze-et? Nem próbáltam ki, ezt egyből bele kell rakni a rotary gépbe a seedet. Nem kell a... Ja, nem kell olaj belőle? Hozzá. Aha. Gólem, azért szerintem lehetne gyűjteni ezt, nem? Ráncok. Mond? Gólemmel talán lehetne gyűjteni ezt. Tanulát. Igen. Elvileg igen, mert az a leesett itemeket szedi össze. Ugye a másik az meg egyszerűen bármit kiüt, ami megnőtt. Jaj! És hogyha azt figyeli, akkor szerintem kiüti. Oké. A napnak ezt a funkcióját szeretem a legjobb, hogy kijelzi, hol vannak a betöltött csánkok. A nap? A map. Ja? Jaja. Kicsit betegesen beszélek. Hát én is most a végbetegedve, nem csak te. Ezért van most nyomógombosra állítva a mikrofon. Ó, ne tudd, megcsináltam a tutorial videót. És ki kellett kapcsolnom minden szipogást, habcizást, orfújást. Vicces volt. És akkor most rakjam le valahol rendesen Goldert. A csillagkapu is betölt 9-et, úgy látom. Jaj. Csillagkapu az Chunkloadernek számít? Igen, 3x3-at betölt. Tényleg. És úgy hagyja betöltve. Max, ezt mondtam neked, nem? Lehet, csak nem ugrott be. Érdekes. Amikor kerestétek a chunkloadereket, hogy kéne kapcsolni próbaképpen. Oké. Okay. Nagy a csend, srácok. Mi a stájsz? Énekelj valamit. Na. És akkor hegyen völgyen átszökelve jő, akkor hegyen völgyen átszökelve jő. Azt már nem ered olyan állítattal énekelni ezt a részét. Nem, próbáltam sütni után szabadon, de... És tényleg ugye termelődnek így a gumi foltok. Egyik nézőnek igencsak megköszönhetem. Így. Azt hiszem. Az nem kell nekem, hanem... Copper. Hát nem mondod, én mondom. Kocsa, vajon mit csinálsz szerveren? Hát keresi megint a megoldásokat, hogy hogy lehessen kresetetni a szerút. Nagyon csendben van. Miért gondoltok mindig a lehető legrosszabbra? Öcsém, ilyenek vagytok. Tapasztalatok alapján esetleg? Ja.
Ja, hogy azért. É, mert van egyfajta tendencia, tudod, amit én nem csinált semmi rosszat, csak minden másodpercben épít valamit, amivel restartolni készülhet. Semmi extra. Jó, jön már az áram. Tényleg, süti hova tűnt? Itt volt valami már. Nem lehet, hogy lement egyik szobába a Hoenderre? Nem, elment. Itt van a Hoender is. Nem tudom. Milyen dolog ez? Szerintem hazudik. És ki blokkolt? Aláírta a jelenléti ívet? Na, megint? Annyira nem csinált ilyet. Na nézzük. Mindjárt más a helyzet. És elvileg már van kész, kimacerált anyagunk. Próbáljuk ki, mondjuk 5-ből mennyit csinál. Na, hova rakom bele? Ide rakom. Belerakom mindet. 64 darab. Elvileg ezzel sokkal több ércet fogunk kinyerni, mint a sima macerálással. Ha jól tudom, így nem kétszeres, hanem háromszoros szorzót lehet talán elérni. Sima Industrial Craft-tal. Bezony. Ti már használjátok, Vetra? Nem. Én eldurrantottam az enyémet. Fú, ha mindenit. Csinál. Most egy darabig. 2 Tiny Pile of Iron Dustot, 1 Purified Crushed Iron Ore. És egyből csinált egyet. Igen. Meg csinált. 2 ilyet. Hát nem tudom, ez átlagban működik, vagy hogy működik. Menjél meg, látjuk a második alkalommal, amit alkot. Mindig ugyanannyit gyárt. Hát ez inkább 2,5. Vagy még annyi sem. Stone Dustot is csinál, egyébként tiszta vicces. Végén kijön szerintem a háromszoros szorzó. A mindenit, ez mire jó? Construction Foam. Construction Foamot lehet csinálni ebből a Stone Dustból, amit csinál. A Rotary Craft háromszoros. Hú, de amúgy jól néz ki. A gépezet. Még ezeket a csöveket lehet, hogy át kéne helyezni valahogy valami szebb formába. A Rotary? Esetleg alulról van egy gépe, ami semmi. Még akár többszöröz is, nem csak háromszoros, hanem ötszöröz is. A Rotary Craft igen, átlagban 5. Átlagban 5. Amit csinál. Kicsit véletlen belevitték, átlagban 5, de lehet több is. Igen. Hát igen, lehet akár 10 is. Igen, az így van. A mázlid van. De lehet egy is? Az is lehet. Az is lehet. Nem mindegy, hogy iridium ornál milyen kit. Ott nagyobb az esély, ha megnézed a receptet. Tényleg? Aha. Arra. A... Nem a sima szét darálója, hanem ami többszörösen megy át rajta. Így van kicsit. Macerátor, vagy egyszerűsebb. Itt van nálam a gépje, csak nem tudom, hogy kell működésre bírni, mennyi energia kell. Hát látom itt a 65536 wattot, nem newtonmétert, de nem válom. Melyik gép mennyi energiát akar. Ehhez kell majd Andrew. Hát a Rotary extraktornak van, ha találsz, kiveszel iridium ort, or formájába, ott nagyon sokat tudsz. Ott aztán minden egyes lépés 90%-os duplázás. De nem is jobb fel szerint, ha nem hazudik. Hát én azt vettem észre, hogy ilyen Tiny Pile of Iron Dustokat csinál, és 2 csinál, és 9 kell egy rendes dusthoz. Szóval végül is... hát... Akkor ebből akár... 1,2 szörösít, igazság szerint. Tehát egyáltalán nem. 3 szörösít. Lehet, hogy a... kicsit nerfeltek rajta talán. Nem baj, azért így is több, mint a semmi. Én azt mondom, meg jó pofa. Jól néz ki szerintem. Tetszik. De az egészet végig viszed, az egész láncot? Hát az valami 5 lépcsőből áll, vagy hogy? Nem. Aha. Jó, olyan sétűzés, hogy szeretném.
Jó, hát igen, miután már megvannak a gépek, érted? Hát... Bármi köröztünk a kérdés. Elmentem fel.